A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőit. Újra itt vagyunk a nyári szünet után Családőrzők című műsorunkat. Köszönöm, hogy önök is velünk tartanak. Ígérem, hogy megéri, hiszen nagyon jó témákról fogunk beszélgetni, és nagyon jó vendégeink vannak a mai napon is. Vannak hagyományos vendégek, és van meglepetés vendég is. Hadd mutassam be őket. Elsőként Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerek Világház Alapítvány szakmai vezetőjét. Szervusztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nem szeretett, de hozzá kell mondanom, hogy egészségfejlesztő mozgásterapeuta, mert a mai napon ez különösképpen fontos lesz, hiszen erről beszélni is fogunk. És aztán itt van velünk Tornyai Gábor atya, plébános, mentálhigiénis szakember, akit szintén nagy szeretettel köszöntöm. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. És akkor jöjjön a meglepetés vendég, aki először csatlakozott a Családőrzők csapatához, de nagyon sokat dolgozik a családokért. Ő pedig Tüszkő Klára, beszédértés terapeuta és idegrendszeri integrációs mozgásterapeuta. Köszöntünk körünkben! Nagyon szépen köszönöm. Én is köszöntöm a nézőket. Zsuzsit fogom megkérni, hogy felvezetésképpen segíts nekünk egy kicsit bemutatni Klárit. Ezt most röviden kellene összefoglalnom. Állt egyszer előttem egy gyönyörű, hosszúhajú, 17 éves kislány, és azt mondta nekem, hogy szia, én vagyok a Klári. És én akkor örökbe fogadtam. Képletesen, természetesen. Nagyon-nagyon szeretem Klárikát, nagyon régóta dolgozunk együtt, és nagyon-nagyon sok gyönyörű történetet tudnék róla mesélni. Azt gondolom, hogy a leginkább azt fémjelzi őt, hogy a kolléganőmnek tekintem, és azt fémjelzi őt, hogy szakmailag olyan előmenetet tett, amitől most már felnézünk rá, sőt, kérdezünk tőle, és a segítségét kérjük nagyon gyakran. Csodálatos édesanyja. Na ez az, fogunk beszélni a munkátokról, de azért beszéljünk arról is, hogy gyakorló édesanyáról van szó, és akkor most jön a neheze, amikor egy kicsit magadról kell beszélni, utána már könnyebb lesz, mert csak a szakmáról lesz szó. Oké, köszönöm szépen. Hát én 20 éve élek házasságban, és 4 gyermekünk született Tamással, a férjemmel. A legnagyobb gyermekünk már 19 éves lesz az idén, a legkisebb pedig 11. Nem viselt meg. Jó, köszönöm. Láthatóan, mert feltételezve nem tudtam volna. Azért itt hagyjuk szóhoz jutni Gábor atyát is, hiszen vele is együtt dolgoztok. Igen, ez most egy egészen különleges műsor, mert valamilyen formában szerintem leginkább a Klária középpont most, hogy hozzá kötődünk. Ugye én a plébániámhoz kapcsolódóan ismerem őt, meg már régen, már nem is tudom, hogy hány éve ismerjük mi egymást, de jó pár éve. Most már, hogyha 20 éve vagy a Tamás a házasságban, akkor szerintem valahol nagyjából olyan környéken ismerkedtünk meg. És hát most a napi kapcsolat, vagy a heti kapcsolat, az egyrészt a Szentmiséghez kapcsolódik, kötődik, illetve a Kláriót csinált nálunk egy fejlesztő programot is. Ebben is kapcsolódik meg az ifjúsággal kapcsolatos foglalatosságainkat, ilyen szép magyarosan fejezem ki magam. Most van egy ilyen útkeresésünk a plébánián, hogy mit keressünk azok, vagy mit találjunk ki azoknak a gyerekeknek, akik nem kötődnek semmilyen közösséghez, de jó lenne valahova bekapcsolni őket egy ilyen közös gondolkodásban, és a Kláriában a csapatban is benne van, úgyhogy elég sokféleképpen kötődik meg. Hát a felolvasói körben is ott van a Tamással, a férjével együtt, úgyhogy sok szálon kapcsolódunk egymáshoz. Hogy került ez a szakma képbe nálad? Nálam a Zsuzsival közös pontunk az én öcsém, aki diszlexiával élt, és azért 81-es születésű, tehát abban az időben még nem volt nagyon divat minden apró cseprő dologért, papírért rohangálni a szülőknek, tehát ez nagyon lassan derült ki. És mivel Zsuzsi a saját gyermekeivel is hasonló vonalon küszködött akkoriban, így azt már nem tudom, hogy honnan ismertétek apuval egymást, de kiderült, hogy ő tud segíteni az öcsémnek. És én azóta tulajdonképpen csodálattal nézem az ő munkáját, és amikor én magyar szakosként végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, és amikor
abban is így kerestem az utamat, hogy azt éreztem, hogy nem szeretnék középiskolában olyan gyerekeknek magyarázni, akiket ez egyáltalán nem érdekel, és valami sokkal hasznosabbat szeretnék, akkor kicsippentettem magamnak a pszicholingvisztika apróbetűs jegyzeteiből a beszédértés terápiát, és Gósi Máriánál elvégeztem az ő tanfolyamát, ő ennek az anyja Magyarországon, Gósi Mária professzorasszony. És aztán a szakdolgozatomat is ebből írtam, a Kossuth Lajos általános iskolában vizsgáltam gyerekeket, akik nyelvi fejlesztő osztályba jártak, és a normál osztályba. És az volt a konklúzióm, hogy 2-3 évvel a beszédterápiák megkezdése után is nagyon sok minden ugyan fejlődik, de a legfontosabb tanulási képességünk a szövegértés, az volt ez, ami nagyon elmaradt ezeknél a gyerekeknél, és úgy tűnt, hogy ez pótolhatatlan. És hát ugye tudjuk, hogy a nyelvelsajátítás kritikus korszakát azt a kutatók olyan 5 és 10 éves kor közé teszik. És magyarul ez azt jelenti, hogy az a gyermek, aki a saját anyanyelvén nem jutott el, most magyarul azt mondom, a magyar nyelven a feltételes mellékmondatok, tehát a ha akkor szerkezet, ha megeszed az ebédet, kapsz süteményt. Ha nem eszed meg az ebédet, nem kapsz süteményt, ugye ez már indirekt. Tehát aki ezt a szerkezetet nem tudja megérteni 6-10 éves kora között, és nem kap valamilyen segítséget, az nem is fogja soha. És tovább megyek, idegen nyelven sem fogja soha megérteni, mivel a mentális nyelv így hiányzik a fejéből. És akkor hát kerestem, hogy hogy lehetne ezeknek a gyerekeknek segíteni, és mivel Zsuzsival mindig is, hát nem tudom, úgy mondhatom, hogy anyai barátság, barátnőm volt, és tehát az öcsémen keresztül nagyon szoros volt a kapcsolat, meg a szüleimen keresztül is. És ő vele mindig rengeteget beszélgettünk az, hogy hogyan lehetne segíteni. Azt hiszem, hogy ez a mi közös vonalunk, hogy olyan fokon érdekel engem is, ez, hogy hogy lehet segíteni, hogy lehet valahogy ezt mégis megváltoztatni, és az ő zseniális terápiás módszere az, ami erre alkalmas. Mennyire érdekes, nekem közben rögtön az jutott eszembe, hogy persze azt a problémát ismerjük, hogy nem tud beszélni rendesen a gyerek, pedig már itt volna az ideje, de az, hogy nem érti, amit mondunk, azért az ritkábban fordul elő, illetve a másik, ami szintén nektek köszönhető, azért most már így alakulnak ki ezek a dolgok, hogy annak idején, hogyha valaki, egy szülő észrevette ezt a gyerekén, akkor rögtön jött a depresszió, meg minden, mert az én gyerekem, és akkor most akkor hogy lehet egy családba élni, hogy neki ilyen problémája van? Emlékezünk erre az időszakra, hogy elkezdték szégyelni, takargatni, emiatt a gyerek pedig szenvedett, még jobban elmaradt. Én biztos vagyok benne, hogy akár Gábor atyánál is megfordult az ilyen szülő, hogy de hát miért pont az én gyerekem? Gondolom, hogy itt te átélted többször, ugye? Hogy mi történt ilyenkor. És hát nektek köszönhetően most már azért ezek a dolgok magyarázatot kapnak, és valahogy olyan elfogadottá válnak végre. Hát különösen azért, mert akkor a tömegben jelenik meg ezeknek a probléma halmaz a mostani populációban. Egy picit talán visszacsatolnék arra, hogy az, hogy nem beszél a gyerek, az ugye egy látványos deficit, azzal mindenki szembesül. Az, hogy nem érti, hogy mit mondanak neki, ez nagyon-nagyon sokáig a gyerekek ezt kompenzálják, és nem teszik nyilvánvalóvá. De ma már nagyságrendekkel több olyan gyerek van, aki nem érti, hogy mit beszélnek neki, különösen az, hogy mit olvasott, ugye ez arra ráépülő rendszer, azt végképp nem fogja megérteni. Sokkal-sokkal többen vannak, mint a nem beszélők. Csak még mindig ott tartunk ezzel a problémahalmazzal, hogy görgetjük magunk előtt, és mindenféle fejlesztgetéseket csinálunk, és különböző tantárgyakból felmentjük, vagy valamilyen módon terelgetjük. De ennek a komplexitását még nagyon kevesen látják mindig. A ti munkátok nem csak a gyerekeket érinti, gondolom én, hanem a szülőt. Meg kell tanítani, hogy hogy álljon a saját gyerekéhez. Hát a mi munkánknak a nagyon nagy százalékát azt teszi ki, hogy a szülő hogyan bánjon a gyerekével, de tovább megyek, a saját kollégáinknak a képzését is még mind a mai napig azt teszi ki jó nagy százalékban, hogy értsed, hogy a gyerekkel mi történik, és mi az, ami van. Tehát ahogy a Gábornál megjelenik az, hogy miért pont az én gyerekem, nekem régebben a vizsgálóban volt egy kanapém, és a sírós kanapénak szoktuk csak nevezni, mert a végén szinte 10 szülőből 10 anyuka biztos, hogy zsebkendő ott volt már az asztal szélén. Mert hogy megélik azt, hogy Úristen, mert végre el tudja valaki mondani, hogy milyen összefüggésekben jött ez létre, és egyáltalán mitől áll fent ez a helyzet.
De ettől egy kicsit tovább mennék, mert az, hogy ezt egyáltalán megértettük, akkor a szülőnek sokkal könnyebb elfogadni, hogy az ő gyereke miért olyan, amilyen, és miért viselkedik úgy, és miért vannak ezek a tanulási nehézségek. De én nagyon-nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy a szülő kapjon megfelelő támogatást. Tehát igen, jó az, hogy van egy olyan lelkész, mentálhigiénés szakember, aki meg tudja értő füllel hallgatni, és tud neki mondani, hogy nem vagy egyedül ebben a világban. Mit tudsz ilyenkor mondani, Gábor atya? Hogy nem vagy egyedül ebben a világban, igen, egyébként ezt. Igen, mert ez jár a fejemben, hogy azt gondolom, hogy egy szülőnek szembesülni azzal, hogy a gyerekénél valami nem normálisan működik, azért jelent szorongató érzés, hogy addig jelent talán szorongató érzés, ez csak az én fantáziám, amíg nem tudja, hogy mi van, és amikor szakember ez végre elviszi, hogy valami nem stimmel, és kap egy választ, biztos, hogy nagyon nehéz lehet meghallani azt, hogy ez vagy az a probléma van a gyerekével, de hogy az valamiképpen akkor is felszabadító tud talán lenni, hogy nem egy ismeretlen dologgal kell szembenézni, ami egy félelmetes dolog, és nem tudok mit kezdeni, és akkor egyedül vagyok vele, hanem akkor megtanulom, vagy megtudom azt, hogy hát erre van valamiféle eszköz, hogy ezen javítsunk, vagy segítsünk. Tehát te bíztatod a szülőt, hogy nézz utána, járj utána, vidd a gyereket. Szakemberhez, igen, abszolút. Tehát, hogyha bárki megkeresne, ez nyilván mivel ebben én nem vagyok szakember, hanem itt ülnek mellettem, abban tudok segíteni, hogy egyrészt próbálom nyugtatni a szülőt, hogy meg biztos, hogy ennek van valami oka, és akkor megkérdezek valakit, aki ez oda tudom esetleg irányítani adott esetben, hogy van egy ilyen probléma, megkereshetnek-e, és általában azért mindig azt kapom, hogy persze, nyugodtan, atya, hívjon föl, keressen, úgyhogy ez így tud működni. Én látok egy jelenséget, és aztán majd legfeljebb mondjátok, hogy nem látom jól. A jelenség nálam úgy jelenik meg, hogy a kívülálló, ahol minden rendben van a családban, úgy gondol egy ilyen családra, hogy szerencsétlen szülő mit küszködik a gyerekével, vagy a gyerekéért. A család belül pedig úgy élni meg, hogy csak épp felnőtt legyen, csak önálló felnőtté tudjam nevelni. Tehát nem érdekli az, hogy ő most küszködik, és nehezebben él, mint egy másik család, hanem az van előtte, hogy önálló felnőtté tudja nevelni azt a gyereket. Jól érzem? Bocsánat, csak egy picit szeretném hozzátenni, Csilla, hogy nagyon optimista vagy. Ettől sokkal rosszabb a helyzet. Ugyanis az a család, aki azt látja, hogy önállók minden kerek és minden szép, ilyen nincs egyébként, de azt mutatjuk kifelé, annak a családnak a szemében, ha van valahol egy olyan próbatételes gyerek, akivel valóban küzdeni kell, valóban sokkal több munkát kell beletenni, és valóban sokkal több odafigyelést, odafordulást kér, az megítélni fogja ezt a szülőt, hogy miért nem nevelte meg rendesen, és miért nem ezt csinálja, miért nem azt csinálja. Tehát a legritkább esetben lépnek fel együttérzően sajnos. Talán most már a mostani helyzetben valami elindult, valami változás van, de ezek a szülők nagyon gyakran kirekesztetté válnak. Mert a társadalom az a másként viselkedéssel még mindig nem tud mit kezdeni, sajnos. Igen, szerettem is volna ebbe a normába egy kicsit beleakadni, amit Gábor is mondott, hogy talán nem teljesen a normális viszonyok alakulnak ki akkor egy ilyen családban, ahol valamilyen részképességzavar, nehézség, vagy valami komolyabb fogyatékosság előfordul. Én azt szoktam mondani, most már annyiféle normarendszer él egymás mellett, hogy gyakorlatilag nem az a kérdés szerintem, hogy mi a normális, vagy nem azt kellene feltenni magunknak, hanem hogy mi az egészséges. Úgyhogy én erre tudnék bíztatni mindenkit, hogy ne azt kérdezzék, hogy mi a normális, hanem hogy mi az egészséges. És mondjuk ebben tudunk segíteni Zsuzsival, hogy az egészséges fejlődés menetet, ha megismerik a szülők, hogy kellene annak a gyereknek lépésről lépésre a különböző akadályokat megugrani, és az ettől való eltérésről tudunk beszélgetni, hogy az vajon miért alakult ki, vagy hol akadt el a folyamat. Egyébként változtatható, javítható, vagy meg is szüntethető ez a probléma, például a diszlexiát említetted az előbb, de sok minden más idegrendszeri problémáról beszélhetünk. Én azt szeretném mondani, hogy éppen ezért hoztam létre mostanában egy olyan programot, ami kismamáknak szól, és kifejezetten a gyermekágyról egy felkészítés. A gyermekágyra, az a címe, hogy kiegyensúlyozottan a gyermekágyban. Én ezt a programot azért indítottam el, így tanácsadói szemszögből, mert láttam azt, hogy ahogy a Zsuzséknál dolgoztam terapeutaként, ugye kiskamaszokkal, aztán óvodásokkal, és egyre kisebb és kisebb gyermekekkel, és végül megtanultam a 3 év alattiak terápiáját is,
Zsuzsi megmutatta azokat a fogásokat, hogy hogy tudjuk a pici gyereket is úgy megfogni, hogy a mozgásfejlődés útján, tehát újraindítjuk a mozgásfejlődését, és ezáltal beindul az idegrendszeri érés, és megszólalnak ezek a kisgyerekek, akik egyébként nem beszélnek. Mert pont az hiányzott neki, ami ugye a 6 hónapos kor előtti alapmozgások hiányoznak nagyon gyakran. És ezt próbálom most ebben a tanácsadói, nem tudom, életformámban a szülőknek elmondani, hogy már nagyon gyakran a várandóság alatt ott van, hiszen ez Zsuzsinál sokszor látjuk az anamnézis felvételkor, hogy már a várandóság alatt volt valamilyen oxigénhiány, aztán már a merretétel nehéz volt, elaludta a cicina baba, tehát vagy túlfokozott volt az izomtonus, tehát ezek ott vannak az első 6 hétben, már nagyon markáns tünetek, amik sokszor azt okozzák, hogy nagyon nehézé válik az adaptáció a gyermeknek is, a családnak is. És mivel ezek még nem olyan markáns dolgok, hogy orvosi szintű probléma lenne, ezért nagyon gyakran ezeket a családokat csak nyugtatják, hogy csak türelem, ezt csak ki kell bírni. Én pedig azt tudom mondani a szülőknek, hogy ha ő már úgy érzi, hogy ebből elég volt, akkor biztos, hogy az nem egy olyan szintű probléma, amit ki kell bírni. Lehet, hogy butaságot kérdezek, megelőzhető? És megelőzhető. De például a diszlexia, ha ezt kérdezed, megelőzhető. Igen. Nagyon kevés a diszlexiásoknak, nagyon-nagyon pici százaléka az, aki valóban egész életében ebben az állapotban fog maradni, mert ő neki az idegrendszerében nem fejlődik ki az a központ, ami ezt kiszolgálná. De a diagnosztizált diszlexiásoknak a 98 százaléka teljesen nullára redukálható, ha megfelelő módon nyúlunk hozzájuk, megfelelő időben, és megfelelő időn keresztül van a fejlesztés. Most nem akarok teljesen belemenni a diszlexiába, de több oka van. Ez lehet személyzeti alapprobléma, tehát a vizuális feldolgozás zavara, ez lehet audiális feldolgozás zavara, és lehet a mozgásbeli, a kinesztétikus feldolgozás zavara, és attól függően, hogy melyik a markáns tünet, mindig van látásen másik kettő is mellette, szépen egységbe kell tenni ezt az egészet, és ki lehet belőle hozni. Nekem mind a 3 gyerekem nyelvi fejlődési zavarral élt. Lehet, hogy túl messzire megyek a kérdésre, de nyilván az ember fejében megfordul. Említetted, hogy egyre több ilyen gyerek van, aki ilyen idegrendszeri problémával küzd. Miért? Ez külön megérne egy hatalmas nagy beszélgetést. Külön megérne egy misét, Gábor atya, így van. Megérne egy misét. Én azt gondolom, hogy a világ rossz irányba megy. Nagyon-nagyon rossz irányba megy a világ. Ma már nem az a fontos, hogy ezen a világon, ha ide jöttünk, és megkaptuk az élet szentségét, az élet lehetőségét, hogy akkor ezt örömmel éljük meg. Nem erre van ez a világ, hogy az örömöt adjuk oda egymásnak, és az elismerést, és a tiszteletet, és a szeretetet. Teljesen más. Itt most már sikert hajhászunk, itt most már mindenki élveket hajhászik, a pénzt hajhásszuk, és elveszett a lényeg. Nagyon-nagyon elveszett a lényeg, és a sok-sok gyerek pontosan ezt sínli meg. Ez úgy történik, hogy felgyorsult az élet, nincs idő. Nem csak a fájdalomra, hanem a gyerekre sincs elég idő, és nincs elég figyelem. Rátetejébe körülvettük őket egy olyan őrülettel, ami csillog, villog, csörög, zörög, hangos. És késztermék. És késztermék, és nem kell megküzdeni, és mindent készen kap, és mindenhova autóval visszük, és azt a minimális mozgást is elvettük tőle, ami a fejlődését szolgálhatná, és elvettük tőle a csöndet, és elvettük tőle a tiszta levegőt, és elvettük a tiszta élelmiszereket, és elvettük a tiszta szót, bocsánat, borzalmas, hogy mi veszi körül, csak kapcsolj be egy ilyen gyerek rajzfilmet, és a fejhangon visító valamitől megőrülsz, és az összes gyerek ezt csinálja mindenhol, a kicsik. Szóval nem adjuk meg az életnek azt a tiszteletet, amiben ő szépen tud fejlődni és kiteljesedni, abba a tempóba, ami a normális fejlődés tempója. Az evolúció nem tesz lehetővé olyan ugrásokat, mint amit most kellene, hogy megugorjon az idegrendszer. Ugyanolyan idegrendszerre születnek ezek a gyerekek, mint az én nagymamám született. Hány autó szaladgált akkor az utcában, mennyi dudált, mennyi sziréna volt, sorolhatnám.
Tehát ez az oka ennek, hogy egyszerűen felborultunk, és elmentünk a normális, egészséges, egyensúlyi állapottól. Ez az oka elsősorban ugye akkor van, amikor a gyermek már megszületett, de hogyha azt mondjuk, hogy megelőzhető, és már a kismama, akkor a kismamának is óvnia kéne, védenie kéne magát ezektől a külső tényezőktől? Hogyne. Tehát hogyan táplálkozik, hogyan mozog, hogyan gondolkozik, mennyi hogyan kezeli a stresszt? Szerintem a Klári az előbb jól megfogalmazta, hogy nem normalitás, a egészségre próbálja, vagy hogy ezt szeretnék a családok fókuszába állítani, és azt gondolom, hogy ugye a magzati fejlődés, vagy a gyermek fejlődése, szokták mondani, hogy a születés előtt 9 hónappal kezdődik. Uh-huh. Tehát, hogy azt nem szabad elfelejteni, hogy nem a születés után kezd el fejlődni a gyerek, hanem már előtte, és hogy mindazok a hatások, amik az anyukát érik, azonnantól a babára is hatással vannak, vagy a fejlődő kis szervezetére is hatással vannak, és ez nem csak a fizikai értelemövet hatásokról szól, hogy most ugye, hogy mit iszik, hanem az, hogy ő hogyan él, hogyan gondolkodik. Ha ő folyamatosan stresszes, vagy folyamatosan, nem tudom, problémás, vagy feszült, az ugyanúgy a magzati fejlődésre is hatással van, és hogy onnantól, ha már az a baba megszületik, akkor ezt viszi magával, vagy ezzel a csomaggal indít. Aztán, hogy utána kikerül, és aztán milyen környezet veszi körül, az már egy, mondjuk úgy, hogy következő lépés, de hogy tulajdonképpen itt azt hiszem, hogy azt lehetne mondani, hogy minden mindenkivel összefügg, és itt nem nagyon tudjuk ezt kikerülni, mivel hogy az egész világ egy rendszerben van. A kapcsolataink rendszere, amit itt azért családőrzőkben elég sokszor beszélünk, hogy nincs olyan, hogy önálló a létező kismama, meg, és a benne fejlődő magzat, hanem ez a kismama is egy rendszerben van, a család, a munkahely, a lakóhely, és minden egyéb, és minden hat rá. És azt gondolom, hogy ha valaki egészséges gyereket szeretne magának, hogy egy egészségesen felnövő gyereke legyen, ahhoz szerintem az kell, hogy ő maga is törekedjen arra, hogy egészséges kapcsolatai legyenek, egészséges viszonya legyen saját magával, őt körülvevő világgal. Tehát amíg én nem vagyok rendben, addig ugyanúgy minden, semmi sincs rendben, amire én hatok. Például az a baba, ami mondjuk ott növekszik az anyuka pocakjában. Zsuzsival folytatott beszélgetéseink közben gyakran elhangzott már, hogy abban az időben, amikor mi voltunk gyerekek, de még utána is néhány évtizedig, hogyha ilyen gyerekkel találkozott egy pedagógus vagy a szülő, akkor azt mondta, hogy rossz tanuló, vagy rossz gyerek, vagy egyáltalán, és ezzel el volt intézve a történet. Ma mi a tapasztalat, mennyire derül ki, hogy a gyermek azért rossz tanuló, vagy azért nem olyan a viselkedése, mert valami idegrendszeri elmaradása van? Klarika? Valószínűleg nem jó a tapasztalat, hogy az arcotokat nézel. Igen. Azt én úgy látom, most nekem még van kis iskolás gyermekem, 4. osztályos a legkisebb, és neki is van egy ilyen időhosszabbítós papírja, tehát hogy ő 4 órával hosszabban írhat. Az a tapasztalatom, hogy nagyon toleránsak egyébként a tanítónénik, vagy nekünk nagyon nagy szerencsénk van, viszont nekik is kell az a támogatás, hogy erről legyen valamilyen diagnózis. Miközben mi tudjuk, hogy nem a diagnózistól lesz jobban a gyerek, meg sokszor ezek, mint egy pecsét, így el is kísérik akár a gyereket hosszú időn keresztül. Ugyanakkor mégis segítség szerintem a pedagógusnak, hogyha mondjuk leírják erről a gyerekről, hogy mondjuk van egy aszpergeres vonala, hogy akkor megértőbb lesz azzal, ha ő nem tudja tolerálni a társainak mondjuk a csúfolódását, vagy egyszer tényleg nem tudja hova tenni, és esetleg tetlegességhez folyamodik, hogy megszüntesse, ami szerintem egyébként egészen normális gyerekjelenség. Ez így van. Fiúknál különösen. Szülők jönnek hozzánk, és akkor fiú gyerekek vannak a csárba, és ugye az anamnézis lapon nálunk nagyon sok minden van. Túl azon, hogy milyen volt a terhesség, volt-e stresszterhelés külön az anyukának, meddig dolgozott az édesanyja, volt-e költözés, volt-e dráma, volt-e a családban. Tehát ezeket mind végig kérdezgetjük. De azt is mindig megkérdezzük, hogy milyen vannak-e testvérek, és hogy milyenek a testvér kapcsolatok, és akkor mindig elmondják, hogy ezek állandóan verekszenek, és mondom, hála az égnek. És akkor ezt nem nagyon értik, mert ők ugye ki vannak tőle borulva, és amikor elmondom, hogy ennek a dinamikának nagyon-nagyon fontos szerepe van a fejlődő individuum kifejlődéséhez, akkor már szoktak ilyen kerek szemekkel rám nézni, és akkor még 2-3-4 beszélgettünk róla, és akkor elmondom, hogy ütik-verik egymást, rendesen nevelik, ahogy kell az életre.
Igen. Na, amikor már ezt meg tudjuk engedni egymás között beszélgetve, akkor már a szülő kezdte elfogadni azt, hogy ez része az életnek, hogy a rivalizálás, a helykeresés, a helyezkedés és az egyáltalán ezeknek a meccseknek a megküzdése, ez nagyon fontos a fiú gyerekeknél. Tehát az iskolában, amikor a tanítónéni hazaír az anyukának, hogy verekedett a gyerekem a szünetbe, akkor én szoktam mondani, amikor panaszkodnak a szülők, írd alá, aztán kérd meg, mit kér vacsorára. Ezzel persze nem akarunk senki sem biztatni, hanem, hogy... Persze, hogy nem, tehát nem arról szól a történet, és itt nem arról az agresszióról beszélek, amikor már terrorizálja a társait. Tehát ez egy egészen más szint, de ezt a pedagógusok is érzik, hogy hol van a különbség, meg hogy hol vannak a határok. Elég nehéz helyzetben vannak a mai pedagógusok, tehát... Viszont. Nem cserélnék velük. Tudom, hogy nem fogjátok elhinni, elrepült az időnk, és vége a műsornak. Ilyenkor szoktam én valami tanulságot levonni a beszélgetésből. Most annyit tudnék levonni, hogy nektek köszönhetően ezek a dolgok természetesek, mint ahogy ti természetesen beszéltek róla, fogadjuk el, járjunk utána, hogy mit tehetünk azért, hogy minden helyreálljon, és tényleg boldog legyen az a gyerek, ha egyszer felnő, és megérhessen mindent. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Fekete Cseri Zsuzsannának, Tűzkó Klárának és Tornyai Gábornak. A nézőknek pedig köszönjük, hogy velünk voltak. Legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk Családőrzők című műsorunkkal. Addig is kellemes televíziónézést kívánok. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.